A tájházak napján szadán is nyitott kapukkal várta a vendégeket a helyi tájház. A látogatók megtekinthették a múlt tárgyait és arcait őrző múzeumszobákat. Ismét csilingelt a vas Dezső Gergely kovácsmester kalapácsa alatt a megmentett és büszkén őrzött kovács műhelyben. Felnőttek és gyerekek kézműves foglalkozásokon ismerkedhettek a szadai fehérhímzéssel és szövéssel. Az idő múlásával a figyelem egyre inkább a szabadtéri konyha felé irányult, ahol a bográcsban és a forró tárcsán hagyományos szadai ételek készültek. Mondhatjuk, az idei rendezvény nemzetközi érdeklődést is kiváltott, hiszen az Indonéz Köztársaság budapesti nagykövetségéről három hölgy is órákat töltött a szadai tájházban. Látogatásuk hátteréről Fal Beáta számolt be. Az indonéz nagykövetségről jöttünk Budapestről, Dulai Sándorné Évával már régi a kapcsolatunk, még az előző nagykövet idejében is tanította a nagykövetnét és az indonéz diplomaták házastársainak a hímzést, és szerettük volna folytatni a hagyományt, és most ez a második kurzusa, amit nekünk ad baráti alapon, hogy terjessze a szadai lyukas hímzést, fehér hímzést, illetőleg tanít nekünk kalocsai hímzést is, illetve palósz keresztszemes hímzést, és megismertet bennünket a tájegységeknek a jellegzetes motívumaival. Ő egy olyan híres tudástárral bír számunkra, minthogyha egy néprajzi szakemberhez járnánk, mert a hímzésen túl egész komplett képpel festi le nekünk nem csak Magyarországot, hanem Erdélyt és az egyéb régiókat is. Hetente egyszer szoktunk foglalkozni, és van köztünk egy hölgy, aki az előbb fejfedőben láttak. Ő például Szumátrának egy olyan részéről jön, ahol ő diplomata ugyan, de nekik például kötelező volt nagyon szép szálas hímzéseket készíteni, úgyhogy gyorsabban sajátítja el a technikát, mint például én, aki ugyan itt élek Magyarországon, de kevesebb ismeretem van. Azt hiszem, hogy csak mezőkövesden voltak még, és nem nagyon láttak tájházakat, de fölismerték a jellegzetes motívumokat, mert Évánál ugye van sublót, és például a sublóton láttuk ezt a gyönyörű hímzést, ami ugye itt van, hogy Istenre bízom magam, tehát onnan már láttuk, hogy van. Ez csodálatos ez a ház, én úgy gondolom, hogy legalább egy közép gazdának lehet a háza, mert magasak a falak, magasra építettek, és szépek itt a lócák, mívesen faragottak. Nagyon tetszenek a párnák. Gréti elmesélte a hölgyeknek, ezeknek a diplomata hölgyeknek, hogy már elkezdett lánykorában készíteni párnákat a saját monogramjával a leendő menyasszony. Illetőleg örvendeztek, hogyha néha találtak hátul a kamrában egy-egy olyan szerszámot, aminek a megfelelője Szumátrán, illetve hát Indonézia más részein is megtalálhatóak. Ez nekik örömöt jelentett. Nehezen jöttek viszont rá, hogy ez a járóka, ez kicsiknek való, viszont nekik is van ugyanilyen dohányvágójuk. Az egyik hölgy keresztény, és ők vágtak disznót, de ők másként dolgozzák föl, nyilván trópusokon vannak, és ők másként tudják tartósítani, és sokkal nehezebb meghagyni a húst, mint nekünk. A ház nagyon szép, Éva mesélte nekünk, hogy a Gréti asszony vezetésével ez a második alkalom, hogy bekapcsolódtak ebbe az országos programba, és nagyon tetszik, hogy gyöngyfűzéstől kezdve veszőfonásig, illetőleg ezek az idősebb hölgyek által készített tócsni és egyéb finomságok is itt, helyi jellegzetességek, kulináris jellegzetességek. Ez nagyon jó, és ami nagyon megható volt, hogy találkoztunk egy olyan férfivel, akinek az öregapja, ahogy mondta, a nagyapja ott van a másik szobában, mert most a tiszta szobában vagyunk, de a másik helyen, ahol a két testvérét tartja. A kép 39-ben készült, ő pedig 40-ben született, tehát ő még nem lehetett rajta. Tehát az, hogy él ez az egész,
hogy itt van a Kovács, utolsó szadai kovácsmester műhelyében ez az ikládi férfi, akinek a fia pumpálja a levegőt. Tehát, hogy itt vannak a gyerekek, itt van a 2 éves gyerek, itt van a 60-80 éves hölgy, és gyakorlatilag ezt az élő hagyományt átadják, és nagyon nagyszerű, hogy vannak ilyen emberek, akik az alapítványt működtetik, és szívvel, lélekkel hozzájárulnak a szadai kultúra fennmaradásához, átörökítéséhez.